Különböző energetikai kérdéseket boncolgattak a diákok, szó volt többek között a környezetvédelemről és az alternatív megoldásokról is. Ez csak pár téma, amit a csapatok feldolgoztak a versenyen, melynek célja, hogy a fiatalokból tudatos fogyasztók váljanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy minél korábban megismerkedjenek az energetika témakörrel. Ugye manapság sokat hallunk a környezetterhelésről, és ezeknek a kibocsátásoknak a csökkentése, az ugye szervesen összefügg az energetikával. Minél hatékonyabban használjuk fel az energiát, minél kevesebb energiát használjunk, és hogyha ez minél korábban, minél kisebb korban tudatosul, akkor ugye a későbbiekben is sokkal jobban oda fognak rá figyelni. Idén 5. alkalommal kerül megrendezésre a Győri Energetikai Verseny itt a Győri Pálffy iskolában, amit azért szervezünk, hogy megismertessük a diákokat energiahatékonysági és energetika politikai célokkal, amire tanórai keretek között nem biztos, hogy lehetőség lenne. Idén 17 csapat jelentkezett, a legjobb 6 csapat jutott a döntőbe egy teszt kitöltését követően. Ők pedig szakmai zsűri előtt fognak prezentálni. A tanulók prezentációját a győri, győr környéki és budapesti vállalkozások tagjaiból álló zsűri értékelte. Mi zsűritagként figyeljük, hogy mennyire szép az előadásuk, mennyire jó a vitakészségük, mennyire tága a téma, amit előadnak. Nagyon fontos az, hogy ugye 10 perc áll a rendelkezésükre, majd ezt követően a zsűri kérdéseket intéz hozzájuk. Az előadás kapcsán, illetve hogy mennyire néztek utána egyáltalán magának a témának, milyen a vitakészségük, mennyire fogta meg őket az a téma, amit választottak, és ilyen szempontok alapján alakul ki a végleges sorrend. A diákok amellett, hogy a felkészülés és a verseny során közelebb kerültek az energetikához, megtanulhattak csapatban együtt dolgozni, és előadókészségük is fejlődött, ezeknek pedig később az egyetemen vagy a főiskolán még sok hasznát vehetik a jövőben.